A felső légúti megbetegedéssel, valamint influenzával fertőzöttek száma 15%-kal meghaladja a járványküszöböt, adta hírül a Novini Zakarpattya hírportál. Őszóta 48.932 esetben regisztráltak influenzás vagy felső légúti fertőzésben szenvedő beteget, ami megyénk lakosságának közel 4%-át jelenti, tudatta Viktória Timcsiknek az Egészségügyi Minisztérium Kárpátalja megyei laboratóriumi központjának járványügyi fertőzésekkel és fertőző betegségek megelőzésével foglalkozó osztályvezetője. A betegek túlnyomó része 17 éven aluli. A járvány elterjedésének kezdetétől 2294 beteg kórházi kezelésre szorult. Az elmúlt hét folyamán 5244 személy fordult megyénk egészségügyi intézményeiben influenza tüneteivel orvoshoz. A megbetegedések száma egy hét alatt 8%-kal nőtt. A betegek aránya a Técsői, a Rahói és a Szolyvai járásokban a megengedett értékek határán mozog, míg a többi közigazgatási területen egyelőre a kritikus értékek alatt van. A betegség további terjedésének megelőzése érdekében a Perecsenyi, valamint a Bereznai járásokban jelenleg 55 óvoda működése szünetel. Zelei Miklós Hubertus című darabját mutatta be a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Ungváron. A Magyar Kultúra napján a Beretyán Nándor rendezésében színpadra vitt előadás a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei Drámai Színházban nagy közönség sikert aratott. A KMKS szervezésében megtartott előadásra zsúfolásig megtelt a nézőtér. A Magyar Kultúra napja ez tulajdonképpen csak egy esemény, ahol méltatjuk a magyar kultúrának a nagyságát és fontosságát, de a magyar kultúra ki kell, hogy töltse az életünket. Végsősoron a kultúra az, ami személyes lét és nemzeti lét között a teljes koherenciát megteremtheti. Erről nem mondhatunk le, ez a nemzetünk fennmaradásának az alapja és a jövője. A kárpátaljai hagyományőrzés zászlóvivői, a Péterfalvai Kokas Banda a Magyar Kultúra napjának előestéjén a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezettel közösen nagyszabású, vígkedélyű születésnapi mulatságot tartott a Beregszászi Főiskolán. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet számára a Magyar Kultúra napja mindig az évadkezdő esemény, és igyekszünk ezzel elkezdeni a kulturális tevékenységünket, a kulturális évünket. Ebben az évben a Kokasbandát hívtuk meg vendégszerepelni, hiszen 10 éves ez a banda, és ez tulajdonképpen jelenleg Kárpátalján ők a hagyományőrzés zászlóvívői, és úgy gondoltuk, hogy egy méltó ünneplés lesz így együtt. Jelenleg a Kokasbanda amellett, hogy táncházakat vezet és népzenél, emellett elkezdett egy nagyon fontos tevékenységet, az olyan hagyományőrzés, ami a tanítással együtt jár. Elindítottuk a Kokosbandával az első kárpátaljai magyar zenedét, ami Péterfalván és itt Beregszászban főiskolán működik, és ez tulajdonképpen a kárpátaljai kicsi gyerekek az utánpótlásnak a nevelése, és az igazi népi virtus beleültetése már kisgyerekkorban ezekbe a gyerekekbe. A rendezvényen a Kokasbanda Kárpát-medence különböző tájegységeinek zenéjével és táncaival szórakoztatta a nagyszámú közönséget, valamint a Napsugár hagyományőrző gyermekcsoport népi gyerekjátékokat mutatott be. Én már közel 30 éve klasszikus zenét tanítok a Péterfalvi Művészeti Iskolába, és innen jött a muzsikálás, aztán természetesen szeretnénk, hogy hát ez a hagyomány ne szakadjon meg, sőt, még több mindenkihez eljusson, és ezért szeretnénk, mert legjobb tápanyag a gyerek, akinek át lehet ezt adni, meg ők viszik majd, reméljük tovább. A Kokasbanda ebben hisz. A néptánc, a népdalkincs és a magyar kultúra megőrzésében, hiszen ezek az események jó alkalmat biztosítanak arra, hogy felelevenítsük az évszázadok során felhalmozott kulturális és erkölcsi értékeinket.